Nagy a csapadék hiány a földeken, és ha a következő 1-2 hétben nem jön megfelelő mennyiségű eső, az jelentős terméskiesést okozhat a kalászosoknál és a káposzta repcénél is. Eközben az előkészítő és az ültető-vető munkák folyamatban vannak a gazdaságokban. Jelen pillanatban talajelőkészítés, illetve a burgony és a napraforgó ültetése, illetve a napraforgó vetése, ami folyamatban van, illetve valami már befejeződött. A őszi kalászosnak már régen megtörtént a fejfelágyázása, illetve a őszi káposzta repcének. Hát sajnos a csapadék hiány az már nagyon-nagyon érzékelhető, különösképpen a káposzta repcénél. Még a kalászos az bírja úgy, ahogy, de a káposzta repcénél már sajnos, hogy az elkövetkező 1-2 hétben nem jön csapadék, akkor ott már komolyabb terméskieséssel lehet számolni. A fagy a kalászosoknál és a repcénél nem okozott számottevő károsodás Gyulatanyán, azonban néhány fajta a kísérleti telepen is a hideg időjárás hullám áldozatává vált. Hál' Istennek Gyulatanyát elkerülte, illetve volt azért mínusz 5-6 fok egy-két napon, de a repcénél sem vettünk észre semmi, illetve a kalászosnál nem vettünk észre semmi olyan számottevő károsodást. Voltak olyan fajták, amik megsínlették, mert ugyanállam van körülbelül 160 fajta repce, illetve 80 fajta kalászos. Vannak olyan fajták, amiken nem látom más látszik, de reméljük, hogy kiheveri. A többi növény, még a kukorica, a napraforgó, borsó, ezek még nem keltek ki, burgonya, tehát ott nem ért káros. Egy viszont biztos igaz, hogy sajnos a nagyon-nagyon hideg időjárás miatt a talajhőmérséklet alig-alig ment fel még 10 fok felé. De a múlt héten is csak 8 fokot mértünk, tehát ami nem optimális a vetésekre, de ugye muszáj ugye csinálni, hogy ne legyen torlódás. A koronavírusra a gazdáknak is fel kell készülniük, és elővigyázatosan kell a munkákat végezniük, ugyanis egy vírusos esetet követő karantén jelentős csúszást és ebből kifolyólag terméskiesést is jelenthet a termelőknek, tette hozzá Augustinyi András. Ha nem optimális időben történik a vetés, ez terméskieséssel járhat. Ez különösen a kukoricánál hatványozottan figyelem, hogyha mondjuk történesen 2-3 hétet, tehát átcsúszunk májusra a vetéssel, akkor egy késői kukorica, hogy októberre nem adja el a vizét, tehát iszonyatos vízzel történik az aratás, ami a gazdának abszolút nem kedvez, mert akkor a szállításra rámegy a költség. Jelen állapotok szerint a vetéseket folytatni tudják, az időjárás nem hátráltatja a munkálatokat, azonban az esőre nagy szükség lenne mindenhol, tette hozzá a gyulatanyai kísérleti állomás vezetője.